Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Vízvilágnapjára rendezett programunkon. A Vízvilágnapját az ENSZ 1993-ban, március 22-ére jelölte ki. De mi most ezen a napon ünnepeljük meg. Hogy miért olyan fontos ez? Hát azért nagyon fontos, mert tisztában vagytok azzal, hogy a víz kincs a Földön. Nagyon kell rá vigyázni, mert ha nincs víz, akkor megtanultátok környezetből, természetismeretből, hogy akkor nincs élet. És sajnos a világon, a Földön már egyre több víz szennyezett, szennyezettek a tavak és a folyók, és nekünk, nektek meg kell tanulnotok azt, hogy hogyan vigyázzunk arra, hogy a vizeink tiszták legyenek, mert ez egy nagyon-nagyon értékes dolog. És remélem, hogy a mai napon mindenki sok-sok különleges dologgal mutatja be a víznek a fontosságát. Szeretném megkérni először a 8. osztályosokat, hogy ők kezdjék a mai nap produkcióját, és utána a 7. osztály fog következni. Nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket. Az első, amit hallani fogtok, azt nem nagyon fogjátok hallani, csak akkor, ha annyira csöndbe lesztek. És utána pedig egy Zulu népdalt fogunk énekelni. A Zuluk azok valahol Afrikában élnek, és hát Afrikában nem nagyon esik sok eső, éppen ezért esőt fogunk csinálni, ezért kell nagyon csöndben lennetek. És közben pedig a Lázár lányok segítségével és a Lázár család segítségével Magyarország tavait és folyóit láthatjátok. Yeah.
hetedik osztályosok nevében. Másképp szeretnénk nektek a vizek világát bemutatni. Egy picit kutakodtunk, hogy hogyan látják a meseírók, a költők a vizet, illetve néhány szép képpel és zenével szeretnék nektek bemutatni, hogy mi mit gyűjtöttünk össze. Valahol messze, ahol a hegyek az égig érnek, egy nap morogva megrázta magát a föld. A sziklák közt ekkor apró repedés keletkezett, amelyen kristálytiszta, hűs víz tört elő. Megszületett egy forrás. A víz gyűlni kezdett a kis mederben. Korábban a hegygyomrában, örök sötétségben töltötte napjait. Most rácsodálkozott a kék égre, majd amikor a meder megtelt, túlcsordult rajta, és elindult, hogy felfedezze a világot. Csobogott az erecske, útjában megitatott néhány növényt, majd utat törve maga előtt egyre bátrabban igyekezett lefelé. Nem sokára társra akadt. A szomszéd hegyről alácsúranó hegyi patak befogadta. Már ketten folytatták útjukat. Lám, milyen erős lettem, sebes vagyok, mint a szél, és bátrabb mindenkinél, gondolta magában. A hegy lejtője lassan megszelídült, a patak rohanása lassú. Így a víz a ragyogó aranyú napsütésben, a zöld fű közel kikandikáló színes virágokban, az égen suhanó érdekes formai felhőkben, a fák bórogató lombkoronájában. Útközben jobbról két újabb erecske csatlakozott hozzájuk, így a patak vize még bővebb lett. A hegy oldalból neki iramodva még bátrabban igyekezett világ felfedező útján. Egyszer csak hirtelen megtorpant. Sziklák zárták el az útját. A víz egyre csak gyűlt a tolvacskában, míg az egészen megtelt, s ekkor a peremen hangos kiáltással zúgott alá vízes is képében. Lent kavargott, játékosan bírkózott tajtékos társaival, majd tovább iramodott a falu irányába. Amint beért a házak közé, elámult. Partja mentén gyerekek játszadoztak, arrébb asszonyok merítettek korsóval a vizéből. A falu szélén különös épülettel találkozott. A vízparton álló ház oldalán hatalmas fakerék forgott, s bentről a furcsa zakatolás hangját hozta a szél. A víz játékosan belekapott a kerék lapátjába, és alaposan megforgatta, mielőtt tovafutott. Vígan őrült a vízimonon. Alig folytatta útját, mikor újabb testvérén akadt. A két patak folyóvá szélesedve lejtett ágas medrében. Néhány csónak meglovagolta a hullámait. Erre nagyon büszke volt. Ringotta, sodorta a járművetet. Elveszte az erejét. Ekkor hatalmas házak vetettek árnyékot a vízre, és minden irányból apró erecskék futottak felé. Némely orvacsorobbűzt árasztott. A víz megvédült. Vigyázzatok rám! Csobogta rémültem. Mi lesz így a hullájunk között úszkáló halakkal? Jaj, oda, tisztaságom! A legfejtettebb kincsem! Rohanba hagyta el a várat. Biztosan nézett, csak sietett, minél távolabb kerüljön tőle. Útja során még több másik folyóval találkozott, velük egyesülve hatalmas folyamát húzott. Hátán már nagy hajókat hordott, nem tudta hová megy, csak követte a medrét. Leszállt az éjszaka, de ő nem pihent. Amikor a hajnal vöröse festette az ég alját, csodálatos látványt állott elé, hatalmas kéklő, végeláthatatlan víztükör várta. Ámulva nézte a korallok közt játszadozó színes harajokat és játékos delfinek hancolozását, miközben feloldódott benne, egyé vált vele. Váci Mihály, balatoni félrevezető. A Balaton az egy kéklő nagy víz. Van körötte hegy, ménkő, nagy vagy tíz. A Balaton a vízből áll, meg partból, a part a vízből kiáll, és attól kezdve van a magyar tenger. Átlábolhatott száraz sereggel. Tamkó Sirató Károly, dal a tóról. Ez a tó, ha enyém lenne, minden nap fürödnék benne. A forró nyár ünnepére leúsznék a fenekére. Cirógatnám sok szép halát, bíztatnám a békák karát, cimboráznék a csíborra, kínálgatnám mézzel borra. Fél
Késülgetném a habom fodrát, ugráltatnám a vízibolhát, hínár hossz karosszékben ülvén, drágolóját köszörülném. A sás között ahogy dolgot, bámulnám a vízipóból. Ha ez a tó enyém lenne, napon szekem lenne benne. Kék hajnalon, opál estén, a titkait mind kéresném, dételkedtem én naposzat, boldog lenne minden mozat. Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túl siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szelíden ballagott le partalan medrében. Nem akarta, hogy a napsugára megbotoljék a vaj fodrába. Pár nap múlva félszendergésemből félrevert harangzugása vert föl. Jön az árvíz hangzik. Stengert láttam, ahogy kitekintik. Mint az őrülti letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónánál. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyitni a világot. Kányhádi Sándor, elnyomult a kis patak. Elnyomult a kis patak, elakadt a hangja, jég fötte be, s fejeget öles út akarja. Azt se tudnád, hol lehet, merre volt a medre, partja közét a nagy hó, színültig befette. Lehocki János, a vizek fohásza. Vándor, ki szomjadat oltott forrásom vizével, vigyázz rá! Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, én frissítem fáradt testedet, vándor útjaid után. Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet, habjaim tánca bűvöli tekintetedet. Poros gúnyádat tisztítom, egészséged őrzöm, szépítelek, gyógyítalak, üdítelek, vidítalak. Erőmmel hajtott gépedet, malmodat, tartom csónakodat, orrozom hajódat. Általam sajad vetésed, én küldök termékeny esőt szikkadt kertedre. Az élet berkeit ingatom, mocanaként velem érez meg a lény, úszó, lebegő állat, lengedező növény, kusza híner, tüntérve virág, meglepő, eleven vízivilág. Bölcső vagyok, a folytonos születés, csöndes színpadak, kezdet vagyok, a földi életős anyag. Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe, állandóság vagyok, szintelen harcok összegződő reménye. Szelíd forrásként becézhetsz, gyerként patakként kedvelhetsz, folyamként köszönhetsz. Csepp vagyok és óceán, szóló vihar és szivárvány, húvó patak és szövő, felhő és kút. Ismersz, mint szigorú jéghegy, zöld jégvilág, mint lenge hópehely, tréfás jégvirág. Kék vagyok, mint a tenger, fénylő, mint a csermely, szőke, mint a folyó, zöld, mint a tó, fehér, mint a hó. Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni. Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni. Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni. Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni. Tükör vagyok, arcod vagyok, hullám és híd, part és a víz, erő és báj, folyó és táj, úszás és merülés, áldás és könyörgés, értened kell, víz vagyok, őrizned kell. Hát mi egy egészen más műfajjal készültünk, mert mi kísérleteztünk. Ezeket fényképeztük a kísérleteket, és erről szeretnék nagyon röviden beszámolni nektek. Március 22-én van a vízvilágnapja. Ilyenkor fokozottan figyelünk arra, hogy tudjuk jobban megbecsülni, hogy tudunk jobban gazdálkodni a földünkön lévő vízzel. A világnap alkalmából a negyedik A osztályosok két kísérletet végeztek el. Az egyikben azt vizsgáltuk, hogyan tisztul a víz a természetben, a másikban pedig a víz kiszorítással játszottunk.
Első kísérletünk kérdése. Mennyire tudjuk megtisztítani természetes anyagokkal a piszkos vizet? Ehhez először a tiszta vízbe kevertünk földet, tőzeget, szemet, agyagot. Jó sokat, olyan lett, mint a főzelék. Aztán egy ásványvizes palackban jól összeráztuk. Először tiszta nagy kavicsokra öntöttük rá. Egészen sűrű lett, felkavartunk, majd hagytuk leülepedni. Már akkor látszott, hogy alul jóval sűrűbb maradt, mint a tetején. Aztán kisebb, majd még kisebb kavicsokra öntöttük rá a vizet. Ekkor már egészen áttetsző volt. A szűrőbe kócot tettünk, azon öntöttük át a vizet. Ekkor már teljesen eltűntek belőle a nagyobb szennyeződések. Végül homokot tettünk a felfordított ásványvizes üvegbe, és a homokon engedtük keresztül a vizet. Hagytuk átszivárogni, és a homok tetején az apró agyagszemcsék is megültek, olyan lett, mint az iszap. Teljesen átlátszó víz csöpögött le a tálcára. A második kísérletünk egy játék volt. El tud-e merülni a játékunk a vízben úgy, hogy száraz marad? Beletettük a gyurmából készített kis macit a mécses tálkájába, rátettük a vízre. Szerettük volna, ha a kis csónak lemerül az edény aljára úgy, hogy a maci száraz marad. Sok ötlet után végül üvegpohárral borítottuk le a macit, és a pohárban lévő levegő nem engedte a pohár alá a vizet. Így a maci megúszta szárazon. Fejeztük ki, hogy a víznek a fontosságát, az, hogy mire jó a víz, és bemutatjuk a víz körforgását. A víz fontossága. Földünkön a víz jelenléte nélkül nem alakulhatott volna ki az élet. Víz nélkül hamarabb elpusztulnak az élőlények, mint táplálék nélkül. Bolygónkon található vízkészlet többsége sós víz, és az óceánokban, tengerekben található. Az édesvíz a föld alatt, a sarki jégtakaróban van. Földünk felszínének több mint kétharmadát víz borítja. Testünk 70%-át víz alkotja. Egy pohár víz megmentheti az életedet is. A víz körforgása. Magasan fent a barátaimmal felhőt alkotok. A hideg széltől lehűlve eső csepp leszek. A földre szivárgok, talajvíz cseppje leszek. Beszippant a gyökér, átadom a finomságokat. Melegben kibújok a levélből, és láthatatlanul levegek, mint a pára része. Megmutatjuk a nagy képen keresztül, hogy mire jó a víz. Mire jó a víz? Ivásra, segít az emésztésben, segít a vérnyomás csökkentésében, segít elkerülni a szívrohamot, agyvérzést, fürdésre, zuhanyozásra, öntözésre, kocsimosásra, növények öntözésére, állatok itatására, takarításra, főzésre, mezőgazdaságban, háztartásokban, laboratóriumokban és csomó más helyeken sajnos az emberek szennyezik a vizeket, és emiatt az élő világ is károsodik. Sok-sok szennyezés elkerülhető lenne odafigyeléssel és felelősség teljesebb gondolkodással. És azt a sokat, amit nem tudott elmondani, az a sok más egyéb, azon a sok halacskán a többi gyerekek által megrajzolt képeken található, amit majd megtekinthettek. Köszönjük szépen!
és olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt felhőpapa és felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran mondogatta felhőpapa szomszédainak. Meglátjátok, mire megnő, zivatar lesz belőle? Az bizony zivatar, de még országos eső is lehet. Ma a búsót, mikor ezt a beszédet hallotta. Azt szeretném, hogy mindig ilyen kicsi marad, ilyen szelíd és göndör, soha se kiást haragos villámszavakat. Ne veszeked mennydörögbe a földet, s ne vedd le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Aggódott felhőmama párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, s egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Menj csak, fiam, vándorolj be az eget, szórjál villámokat, mendőrök hangosan, légy erős, büszke felhő. Felhőmama így szólt. Menj, fia, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rétvirágait, és szelíd légy, mint nénéd a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntöz meg minket, mert halálra száradunk. Ó, felhőcske, öntöz meg minket, mert halálra száradunk. Ó, felhőcske, öntöz meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tékat, lombokat. Aztán tovább vándorolt, s egy rét fölé ért. Mikor meglátták az elsárgott fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, nem harszomjan halni minket! Ó, kedves felhőcske, ne harszomjan halni minket! Ó, kedves felhőcske, ne harszomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Ó, drága felhőcske, vidíts fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek. A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen. A című meséjét láttátok a másodikosok előadásában. Köszönjük szépen, a harmadik osztályosok következnek. A harmadik osztályosok is egy bőrüket is történettel készítettek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hal csúcsa. Békességben, boldogságban éltek a Velencei tó Nádasajban. A tó tele volt halal, és a tiszta vizet minden hajnalban csillogóval varázsolt a nap. Egyik reggel érdekes hangot hallottak. Csodálkozott az egyik kis atyú. Hattyú mama azonban aggódva figyelte az odavezényelt darukat. Építkezés kezdődik. Sóhajtott. Ne menjetek a gépek közelébe.
A zaj egyre hangosabb lett. A kicsik egész nap távol tartották magukat a partnak ettől a szakaszától. Estére azonban már nem bírtak a kíváncsiságukkal. Egyre közelebb merészkedtek, és csodálkozva látták, hogy annak ellenére, hogy este van, előttük a víz alanylóan fénylik. Pi, a legkisebb, olyan gyorsan kezdett úszni, hogy a többiek már nem érkeztek figyelmeztetni őt az olajpartra. Szivárványban úszkálok! Örvendezett Pi, aztán jeges rémület járta át. Jaj, összeragadtak a tollaim! Nem tudok úszni! Ilyetem? Ilyetem visítozott, verdesett a szája. A parton a munkások már hazafelé készülöttek, amikor meghallották a kétségbeesett csapkodást. Ekkor vették észre, hogy az egyik gépükből szivárog az olaj bele a tóba. Az egyik szerelőt beúszott és könnyen elkapta a kétségbeesett Pit, majd gyorsan letakarította a tollait. Többiek a szivárgást szüntették meg, és igyekeztek megtisztítani a tó vizét. Pi, amikor visszakerült a tóba a társaihoz, hálát adott a sorsnak, amiért ilyen becsületes munkásokkal találkozott, akik helyrehozzák hibáikat. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik B-osztályosok nevében. Mi ide a környékre hívunk benneteket. Az egyik szülő egy szarvasi rendezvényen lett figyelmes egy képsorozatra, ami a szarvasi halászatról szól, és úgy gondolta, hogy mivel nekünk ez a témánk, ezt mi nagyon jól fel tudjuk most használni. Mi már tartottunk egy rendhagyó környezetismeret órát is a témában, a halászat, horgászat és a helyi vizek kapcsán, és az alkotó hozzájárulásával felhasználtunk képeket, mégpedig 17 olyan képet, ami a Halászat szarvason című sorozatból való, és kiegészítettük még érdekességekkel, halakkal, amit szeretnénk majd megmutatni nektek. Azt szeretném kérni, hogy ha esetleg nem jól láthatóak a képek, mert fekete-fehérben vannak, a másik oldalán a paravánnak ott vannak a képek, és akit érdekel, azok majd alaposabban meg tudja nézni. Köszönöm szépen! A tó ma reggel korán ébred, halászok verik fel a csendet, eljött az őszi lehalászás ideje. A tó leereszett, a hideg sekély vízben gázolva álmos halászok vetik a hálót. A halászmester és a halászok szolgafákat támasztják, emelik meg körbe, hogy a háló széleit magasan tartsák, annak érdekében, hogy a zsákmány vissza ne ússzon a tóba. A reggeli nap letekint az égről, a halászok által hálóból épített tanyára. A lekerített tóban tanyázik a halász éves munkájának eredménye. Több tonna hal formájában. A halászok hálója partot ért. Gyors kezek emelik a hálót, nehogy a halak visszaússzanak a tóba. Összehangoltan dolgoznak a hideg vízben a halászok. A kísérleti tavakban évtizedek óta nevelik a több tucat magyar és néhány külföldi pontyfajtát. Ma 12 hazai és 4 külföldi pontyfajtát őriznek a génbankban. Hazánkban 33 államilag elismert pontyfajta létezik, a világon pedig rengeteg. A modern technológia rengeteg munkafolyamatot képesített, de a halászok reggelente ugyanúgy húzzák a hálót már évszázadok. Az őszi tóvize már meglehetősen hideg. A halászmester puszta kézzel válogatja a nemes algát a többi faj közül. Egy idő után már betűzésedik a keze, és nem érzi a hideget. A halászok szakszerűen válogatják a zsákmányt. Különböző tartályokban, faj és méret szerint.
Itt dől el a halak sorsa. Ki tovább tenyésztésre visszakerül valamelyik tóba, ki pedig az asztalon végzi. A halászok kezén minden egyes méteres hal átmegy, órákon keresztül történik az osztályozás, méter és hal fajta szerint. A nap már délutánban hajlik, mire minden a helyére kerül. Túl a kézi válogatáson a tanyával még rengeteg az apró hal. Ezt már szákkal menedekeltik ki a halászok. A jól megmerített szák súlya legalább 30 kiló. A halász számolatlanul szákolja a halakat, több tornát megmozgat. Az intézet tavalyban található halak a modern technikának köszönhetően egyedi jelöléssel élnek a testükben. Ezért az őszi halászáskor, amikor a telelő tóba kerülnek, egyedenként ellenőrizhető a meglétük és gyarapodásuk. A halászmester, aki több mint 40 éve halászik, arcára a hideg hajnali halászatok és a kemény fizikai munka vésett ráncokat. Tekintetében elmúlt évtizedek halászatainak emléke tükröződik. Az öreg halász, mester a szakmának, értő, vigyázó szemmel irányítja a fiatalon nemzedékeket. Kiborékő zajka háló kivetése, tekintetét semmi nem kerül el. Egyszerre irányít és segít a többieknek. Zsófia kiskutya félszavakból is érti az öreget. Régóta halásznak már együtt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a kutya ismeri a munkafolyamatot. A háló kihúzása után önállóan elkezdi kiszedegetni a halakat. Láthatóan rutinosan dolgozik, megbecsült tagja a csapatnak. A Halászati Kutatóintézet 1906 óta működik, és az 50-es évek elején kezdett el szarvason kísérleti tavakat létesíteni. Megszámlálhatatlan kutatási program helyszínei voltak az elmúlt évtizedekben. Az intézet halászkutató csoportjaiban dolgozó munkatársak most is a magyar halászok haltenyésztés fejlődését szolgálják. A minőségi haltenyésztés laboratóriumi körülmények között zajlik, a megtermelt halak külön méret szerint költöznek. A kísérleti hajnevelőgyetem 1976-ban létesült Szarvason, a halak ellenőrzött körülmények között élik életüket a mindennapokban, minden külső behatástól mentes környezetben. A sőregtok a Fekete, Azovi és a Kaszpi-tenger, valamint az oda torkoló folyók lakója. A Dunában pozsonyig észlelték. Napjainkban a Vaskapunán lévő duzzasztómű meg akadályozó, hogy felúszhasson a folyóban. Az utolsó ismert magyarországi példányt 1965-ben Mohácsnál fogták. Védett! Európa legnagyobb édesvízi hala. A rekordméretű kifogott példány 7,2 méter hosszú és 1571 kg tömegű volt. Sajnálatos módon a Kárpát-medencében a kihalás szélén állnak, súlyosan veszélyeztetett. Köszönjük figyelmet! Éppen a harmadik béseknek nagyon megdicsérem őket, mert kívülről mondták a szöveget. Vízvilágosztás. Hogyan tehetjük ihatóvá a vizet, és hogyan érhetünk el tiszta vizet? Desztillálással, forralás több órás folyamat. Szűréssel több idős folyamat. Vegetációs zsákkal, egy zsákkal, ami körülveszi a növényt. Nem szabad hozzáérni a növénynek a zsák falához, mert a növény magába szívja a nedvességet. Ez nem lenne túl előnyös a számunkra. Ez szintén több idős folyamat. A zsáknak ponyvából kell lennie, vagy egyéb műanyag zacskóból. Desztilláció. Egy edény használatával tökéletesen ihatóvá tehetjük a vizet. Első lépés. Rakjunk tűzhelyet. Második lépés. Építsünk, csináljunk egy állványt.
Harmadik lépés, kössünk az állvány közepére kötelet és függesszük fel az edényt. Negyedik lépés, tegyünk vizet az edénybe és tegyünk rá textíliát, azaz ruhadarabot. Ötödik lépés, forraljuk fel a vizet. Figyelmeztetés, a folyamat egy napig 24 óráig is eltarthat. A víz felismerése a természetben hogy iható-e? Onnan ismerhetjük fel, hogyha a vízben vagy a víz közelében sás és buzogány van. Ha habos lenne, ne együnk belőle. Ha békalancsis vagy zöldes-barnás vizet látunk, semmiképpen ne együnk belőle. Emellett még lehetnek benne baktériumok, bacillusok, illetve kórokozók is. Ha meg is ének belőle, számoljunk a hányás és a hasmenés tüneteivel. Egyéb érdekesség a vízről. A Niagara vízesés a kanadai és amerikai határnál van. Az amerikaiak és a kanadaiak egyaránt maguknak tartják ezt a vízesést. Érdekes róla tudni, hogy több víztárolóval rendelkezik azért, hogy el ne tűnjön a vízesés. Francia neve Deschutes Niagara, angol neve pedig Niagara Falls. Szűrés. Öt rétegből áll, ezek pedig egy réteg kő, kavics. Második réteg homok, harmadik réteg kavics. Negyedik réteg szintén homok, és ötödik réteg kavics. Jó, ha szenet is használunk a kép alapján. És itt van a fordítás, hogy látjuk a műanyag zsákot és a faszemet. Mikor lehet káros a víz? A nem megfelelő minőségű szennyezett víz legnagyobb gyilkosa az 5 év alatti gyerekek között a hasmenés halálozási okok 90% körüliek ebben a korcsoportban. Nap mint nap azt halljuk, hogy fogyasszunk sok folyadékot. Ez így is igaz, azonban az állandó szomjúság és fokozott vízfelvétel a szervezet káros működését, betegséget is jelezhet. A túlzott folyadékfelvétel káros lehet a vesség, a keringés, illetve az anyagcsere betegségei esetén. Hiperhidrációnak nevezzük azt az állapotot, amikor a szükségesnél nagyobb mennyiségű víz halmozódik fel a szervezetben. Ez egészséges esetben nem fordul elő. A nem elegendő víz. A közép-afrikai nők átlagosan 16 órát töltenek el egy héten a víz gyűjtésével. Egy átlagos Amerikai Egyesült Államokban élő polgár mintegy 500 liter vizet használ el egy nap. Az ajánlott napi vízhasználat egy napra egy hőnek 50 liter. Közel 1 milliárd ember használ kevesebb vizet egy nap, mint 4 liter. Egy tipikus gambiai polgár kevesebb, mint 4-5 liter vizet használ el egy nap. Ezzel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne pocsékolj vizet, és csak kellő mennyiséget használj, mert máshol szomjaznak. Jusson több víz ezeknek az embereknek. Tények a vízről. Ha valaki megkérdezi, melyik a legfontosabb anyag az élet számára, többségünk azonnal rávágja, hogy a víz, amely nem csak testünk jelentős többségét teszi ki, de folyamatosan szükségünk is van rá az életben maradáshoz. De vajon mennyi mindent tudsz róla? Íme 10 érdekes tény a vízről. Messze nincs belőle annyi, mint képzeled. Az Európa bolygón sokkal több víz van, mint a Földön. Egy érdekes elmélet szerint vízkészletünk üstökösöktől és aszteroidáktól származik. Mikrometeoroidok hullanak a Földre esőként, az esőcseppek belsejében, parányi csillagpor formájában. Az óceánban több, mint 10 000 féle kórokozó él összesen. Az élet virágzik az óceán fenék lakhatatlannak hit régióiban is. Több vízmolekula van egy korsó vízben, mint korsó víz a tengerben. A vízmolekulák közt, amiket megiszol, van olyan, amit korábban dinoszauruszok ittak meg. Ha a Föld nem forogna a tengelye körül, az összes víz a két sarkon gyűlne össze. Az óriási duzzasztó gátak megváltoztatják a Föld forgását. A víz jó tulajdonságai.
A tiszta ivóvíz az egyetlen élelmiszer, amely semmi mással nem pótolható, az emberi élet nélkülözhetetlen feltétele. Segítségével képes a szervezet méregteleníteni önmagát, biztosítani az egészséges savbázist, egyensúlyt és kontrollálni a vérnyomást. Kísérletek. A folyadék rétegződése mi történik, ha a vizet és étolajat öntök egy pohárba? Eljárás. Öntsetek a pohárba egyszerre vizet és étolajat. Várjátok meg, míg leáll a folyadékok mozgása. Megfigyelés. A víz és az étolaj nem keveredik egymással. Az olaj úszik a víz tetején. Magyarázat. Az olaj azért nem keveredik a vízzel, mert alkotó részecskéi egymástól eltérő módon épülnek fel. Alapvetően más a két folyadék szerkezetek. A világ vízkészlete. Itt látható egy diagramma a világ vízkészletéről. És nem mindenhol van ugyanannyi víz, mint látható. Víz nélkül nincs élet. Egy egészséges ember 3 napig bírja ki víz nélkül. A víz. Az agyat 75%-át alkotja, a testet hőmérsékletét szabályozza, a vér 83%-át alkotja, segíti a méregtelenítésben, a csontjait 22%-át teszi ki, kipárnázza az izületeket. Segíti a táplálékot és az oxigént a sejtekhez jutni. Benedvesíti az oxigént a légzéshez. Segít a táplálék energiává alkotásában. Védi és kipárnázza az életfontosságú szerveket. Segít a testednek a táplálékanyagok felszívódásában. Az izmait 75%-át teszi ki. Spóroljunk a vízzel. A Niagara vízesés. Az USA-ban található Buffalo területén. 51 méter magas. És itt egy kép látható róla. A Titanic. Okai egynek ütközött. Vízre eresztése 1911. május 30. Szolgálat vége 1912. április 15. Egy kép látható róla. Köszönjük a figyelmet! És a 4. B-osztályosok produkciójával zárjuk ezt a mai napot. Eddig elhangzott, hogy a víz mennyire fontos a testünknek. Mi most azt szeretnénk bemutatni, hogy a lelkünknek is nagyon fontos. Gyertek 4. B-sek közben, mert nektek pakolászni kell. Az előadásunkkal visszanyúlunk egy kicsit 1952-ben, amikor is bemutattak egy nagyon híres filmet, musical, Zének az esőben, ahol Gene Kelly énekli ezt a dal, aminek a zenéje ihlette meg a mi kis esernyős táncunkat. És a díszlettel is megpróbáltunk visszamenni 1952-re, amit természetesen a 4. B-sek szüleinek köszönhetjük. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Még egy kicsit beöltöznek a gyerekek, és utána kezdünk is.
They're singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for rain. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Szeretném, hogyha vinnétek ennek a műsornak, ennek a programnak a hírét, mondjátok el otthon a szüleiteknek, ismerősötöknek, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vigyázzunk a vízre, mert a víz az nagyon nagy kincs, és remélem, ti is vigyáztok rá. Szép napot mindenkinek!